Igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy az ISZOM, vagyis az ISZOM úgy döntött, hogy mind a 106 körzetben indít saját jelöltet a következő évi országgyűlési választásokon. A vonalban van Huszti Andrea, a párt elnöke. Hogyan különböztetik meg magukat az ellenzéki baloldaltól? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igen, ezt már itt korrigálnám, mert az ellenzéki baloldal az jelen pillanatban, aki parlamenti képviselettel rendelkezik, az az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Tehát ezt rögtön szeretném is helyre tenni, és pontosan ezért indulunk önállóan, mert azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP mellett, ami egy inkább jobboldali ugye tömörülés, amellett egy úgynevezett SZDSZ 2.0 szövetség rajzolódik ki, miszerint ugye ez a hatos fogat most már nagyon látszik, hogy jobbra nyitott, balra zárt polgári liberális szövetséget alkot, és ez mind a két blokk egy olyan neoliberális gazdaság és társadalompolitikát folytat, ami a tőketulajdonosok meggazdagodását pártolja. Tehát úgy látja akkor, hogy az ellenzéki összefogás, ami magát szokta egyébként demokratikus baloldalnak nevezni, nem képviseli azokat az értékeket, amelyek klasszikus baloldali értékek? Hát úgy látjuk, hogy nem, és már nagyon régóta úgy látjuk, gyakorlatilag most már 30 éve az történik, hogy a politikai elitek egymást akarják leváltani, ahelyett, hogy a dolgozókkal, az emberekkel, a társadalommal foglalkoznának. Mi ezt a pártot azért hoztuk létre, mert látjuk, hogy borzasztó szociális válság van, amit most ez a koronavírus járvány csak felerősített, és százezrek veszítették el az állásukat, veszélyben van a lakhatásuk, családostól, gyerekestől, és az Igen Szolidaritás ennek a felszámolását tette bele a fókuszába. Mindemellett azt is mondtuk, ugye, hogy szocializmust akarunk, szerintünk ez az igazi baloldaliság, és ezeket az embereket, a melósokat kell képviselni, mert ennek a kizsákmányoló kapitalizmusnak a fájdalmas harapását a bőrükön érzik mindenki, és ráadásul mi ezt esetleges forrásból is tudjuk tenni, mert a tagjaink nagy része élte és éli meg a mai napig is ennek a vadkapitalizmusnak a romboló hatását dolgozó emberként. Például a most bemutatott, múlt héten szombaton bemutatott első 10 jelöltünk közül 5, tehát a fele hitelkáros volt. Kik támogatják az önök mozgalmát a hitelkárosultakon kívül? Mert azért ők egy speciális csoport. Mi azt gondoljuk, hogy egyrészt a bizonytalanok, a kiábrándultak, akik ezt a baloldali politikát hiányolják és nem találtak alternatívát, ők mindenféleképpen egyébként születésnapi ajándékot is kaptunk most március 6-ára, ugye akkor volt, hogy egy éve jelentettük be a pártunkat, a Publikus megmért minket, és 1%-ra tett a biztos szavazók körében is, úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy ez tovább fog emelkedni, ezért dolgozunk. Hogy állnak a jelöltállítással? Ugye kijelentették, hogy szeretnének mind a 106 egyéni választókerületben jelölni. Igen, mind a 106 körzetben szeretnénk jelölni. Ebből már olyan 50 körül tartunk. Ebből most ugye bemutattunk 10 jelöltet. Ezeket folyamatosan fogjuk bemutatni a jelöltjeinket, így havi etapokban tervezzük, és azt gondoljuk, hogy szeptember 11-ére, amikor remélhetőleg egy nagyobb rendezvényt is tudunk tartani, akkor fogjuk bemutatni a 106 jelöltünket. Tervezik azt, hogy parlamentbe bejutnak, elélik a parlamenti 5%-os küszöböt? Mindenféleképpen azért dolgozunk, hogy az 5%-os küszöböt elérjük, és legyen egy erős, vagy tisztán baloldali frakció a Magyar Országgyűlésben, mert azt gondoljuk, hogy akkor indulhat el ennek a bizonyos szociális válságnak a felszámolása.
Ehhez nekünk egyébként fundamentumként alap jövedelmi számaink is vannak, amit az idei évre most aktualizáltunk, ami most 250 ezer forint nettó minimálbért jelent, 100 ezer forint minimum jövedelmet, és 50 ezer forintos családi pótlékot gyerekenként és havonta, és ugyanennyi korpótlékot a nyugdíjasoknak. Köszönöm Huszti Andreát, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnökét hallották.